Köszöntöm Önöket! 125 éve született Csárd Géza, Brenner József és Decsi Etelka gyermekeként. Anyját korán elveszítette, főgyész apja a későbbi feleségével együtt nevelte. Apja azt szerette volna, hogy fia zenei pályára lépjen, de Csárd a képzőművészet iránt jobban érdeklődött. A festményeit azonban a rajztanára nem értékelte, az írásaira viszont felfigyelt a környezete. Február 13-án Csárd születésének évfordulójára koszorúzással emlékeztek Szabadkán. Mögöttem lévő ház a valamikori Jónándor-féle bérház volt Csárd Géza szülőháza. Így született 1887. február 13-án. A szemben lévő nagy templomba február 14-én jelentették be az újszülött csecsemőt, és ez okozza a félreértést, hogy ő hivatalos iratokban február 14-e szerepel, mint születési dátum, viszont a család mindig február 13-án ünnepelte a legifjabb Brenner Jóskát. Brenner József édesapja ügyvéd volt, édesanyja Decsi Etelka, aki szívbetegségben szenvedett, és ezért nagyon fiatalon meghalt 33 évesen. Tehát Csárd Géza itt született, viszont mindössze másfél éves volt, amikor innen tovább költözött a család, mert hát gyarapodtak, testvérei születtek, és kellett nekik a nagyobb hely. Amikor az emléktáblát elhelyezték ezen a házon, hogy ebben a házban élt és alkotott Csárd Géza, akkor az épületnek rossz szárnyára tették az emléktáblát, mert az a hivatalos bejárat felől van, ő viszont itt született az első emeleten, ahol most a sorsfintoraként fogorvosi rendelő működik, tehát operálnak, érzéstelenítenek, tehát orvosi dolgokkal foglalkoznak, és akkor ez azért valamennyit visszautal arra, hogy Csárd Géza, mint orvos működött élete utolsó részében. Olyan gyerekkora volt, mint akárki másnak a 19. század végi Szabadkán, tehát akár mint a kosztolányi gyerekeknek, aki polgári családban született, tehát iskolába járt, zongorázni tanult, hegedülni tanult, tehát nagyon aktívan részt vett ő is, és a családja is édesapja révén a szabadkai zenei életben, és nyaranta kiköltöztek Palicsra, tehát akkor írja, hogy villamossal járt be még a tanítás utolsó hetében Szabadkára, tehát boldog gyerekkora volt olyan, mint mindenki másnak. Csárd Géza életének legnagyobb tragédiáját abban látta, hogy az 7 éves volt, amikor az édesanyja Decsi Etelka meghalt, és az, hogy édesapja másfél évre rá újra megnősült, és új asszonyt hozott a házhoz, és ő ebben látta azt, hogy az ő sorsa milyen rosszra fordult. Tehát amikor már morfiumozott, és az édesapjával ellenséges viszonyban voltak, akkor is ezt a mostohára kente, mert ugye egyszerűbb volt más hibáztatni, mint önmagát, hogy azért mégiscsak neki is része van abban, hogy ennyire elhidegült közöttük a viszony. Lakott a Brenner és Kosztolányi családot összekötő Brenner nagymama, özvegy Brenner Józsefné született Hofbauer Aurélia, akit főleg Kosztolányi Dezső novelláiból ismerhetünk. A nagymama, ő volt a Brenner Decsi család feje, tehát ő volt az, aki összefogta ezt a népes famíliát, és nagyon érdekes figurája lehetett nem csak a családnak, hanem a korabeli Szabadkának is, ugyanis feljegyezték, hogy már fiatal korában nagyon vastag szemveget hordott, rövidlátó volt, és idővel megvakult. De a család soha nem vette észre, és soha nem tudta meg, hogy pontosan mikor is vakult meg a nagymama, ugyanis furfanggal tudta pótolni ezt a testi hiányosságát. Tehát rengeteg unokája volt neki, köztük Csárd Géza és Csárd Géza testvérei, és mindig itt volt valamelyik unokája. És hogyha vendég érkezett hozzá, akkor az unoka elírassza, alatt, és akkor megmondta a nagymamának, hogy nagymama, és akkor jön a Lujza néni, és új piros esernyője van neki, és ugye megérkezett a Lujza néni, akkor a nagymama így köszöntött, hogy szárbusz Lujzikám, milyen szép az új piros esernyő. Tehát, és akkor nem vették észre, hogy ő már nem lát. Csárd Géza valószínű részese lehetett azoknak a muriknak, amelyet szintén Kosztolány ír le, hogy decemberben Aurélia napkor 3 napos dinomdánomot tartott a nagymama,
amikor a gyerekek nem tudták, hogy most reggeliznek, ebédelnek vagy vacsoráznak, mert hogy összefolytak a napok, cigányzenészeket hozatott és rettentő vígan élt 3 napig, azután szintén visszasüllyedt a szabadkai porba, de ez a 3 nap az elegendő volt neki arra, hogy kibírja a következő 1 évet. Tehát ő a felső szinten élt, az alsó szintet Kosztolányi novellájából tudjuk ezt is, hogy főleg koporsósoknak adta ki, mert Szabadkán akkor nagyon nagy volt a gyerekhalandóság, és ez volt a legmenőbb iparág, és ugye amikor az unokák hozzájöttek, akkor állandóan gyászolókkal és halottakkal is találkozhattak. Ma reggel elmentünk apával a gimnáziumba. Először voltam itten. Eddig csak kívülről láttam ezt az épületet. Ma végre belülről is megláttam. Csát Géza 1896-ban lett gimnazista. A gimnáziumot úgy kell elképzelni, hogy a mai felsőtagozatnak és a középiskolának felel meg. 8 osztályos volt. Mögöttünk látható gimnázium épülete 1899-ben épült fel, tehát ő még a mai városháza helyén álló gimnáziumba kezdett el tanulni. Csát közepes diák volt, nem igazán kötötte le semmi, ezt mutatják a fennmaradt tanári naptárak és a gimnázium évkönyvei is. Tehát átlagos diák volt, viszont a naplójából nagyon szépen nyomon követhetjük a szabadkai gimnazista diák éveit, ugyanis leírja, hogy mit tanultak, melyik tanár milyen, miért szerette, miért nem szerette, szeretette templomba járni, mivel foglalkozott szabad idejében, tehát átlagos diákkora volt, nem igazán tűnt fel, viszont nagyon fontos volt, hogy 7. korában tagja lehetett a gimnázium önképzőkörének, és ez valamiféle kiugrási lehetőséget mutatott neki a hegedülés mellett, ugyanis ő már részt vett a városi rendezvényeken hegedűjátékával, viszont itt az írásban is kipróbálhatta magát, és a gimnázium önképzőkörének érdemkönyve őrzi Csát Géza kézírását és a saját kézírásával bejegyzett első írásait. A legérdekesebb anekdota az az, hogy 1902-ben Szabadkán vendégszerepelt Küri Klára színésznő, és ugye nagyon jó propagandával, mert még mielőtt a színésznő ide érkezett volna, megjelent az újságban, hogy hát olyan darabokban fog szerepelni, ami láthatóvá teszi a színésznő vállát. És ugye a gimnazistáknak se kellett ezt kétszer mondani, akkor ők elhatározták a 7. és 8. osztály, hogy akkor ők tüntetni fognak és el fognak menni az előadásokra. Viszont ezt Kosztolányi apuka, az akkori igazgató körözvénnyel tiltott el, hogy már pedig egy gimnazista nem néz meg olyan darabot, ahol a színésznő ilyen ledéröltözetbe jelenik meg. De ugye ők mégiscsak elmentek, és nem csak, hogy elmentek és hátul nézték az előadást, hanem tüntettek a színésznő mellett, végighúzták a hintaját a korzón, egészen a szállodáig, tehát láthatóvá tették magukat, és később ennek következménye lett, mert hogy az igazgató maga elé citálta a 2 osztályt, és azokat, akik részt vettek ezen az előadáson, és rontotta maga viseleti jegyet. Tehát eredetileg kicsapatásra fenyegette meg az egész társaságot, de végül is a történelem tanáruk mentette meg a helyzetet. Tehát itt nem lehetett Csát Géza ebbe valószínű nem vett részt, de viszont neki is voltak összetűzései a tanárokkal, és tehát mint minden középiskolásnak. A Brenner család 1888-ban költözött a Piukovics József féle bérházba, és egészen 1906-ig éltek itt. Itt történt a legfontosabb, tehát itt történtek a legfontosabb dolgok a gyermek Csát Géza életében, kezdve attól, hogy itt születtek a testvérei, Etelka, Dezső, itt halt meg az édesanyja 1894-ben, ide jött az új mostoha 1895-ben, tehát nagyon fontos szerepet töltött be ez a ház. És ugye itt azt kell tudni, hogy ők azért költöztek ilyen gyakran, mert hogy nem volt nekik állandó lakásuk, hanem egyik bérpalotából mentek a másik bérpalotába, akkoriban ez szokás volt, tehát nem csak a Brenner családra volt jellemző Szabadkán. A főtér felől a templomnak tartottunk. Végig haladtunk a parkon. Az öreg gimnáziumi hittan tanárunk ott ült a rendes padján, egy könyv olvasásába merülve köszöntünk neki. Barátságosan integetett. Azután megkerültük a templomot. A fiúk egy vak utcába vezettek.
amelyről eddig semmit sem tudtam. Van egy helyi legenda, amely szerint a varázslókártya létező terület Szabadka szívében. Most itt vagyunk a nagy templomban, a Szent Teri Székes Egyházzal szembeni Vak utca legvégén, és pár évvel ezelőtt ez a része még úgy nézett ki az utcának, ahogy Csárd Géza a novellájában leírta, tehát hogy a nagy házak mögött valahol elbújt egy kis házigó, és lézkerítés van előtte. Az azóta kicsit átalakították, de igen, ez a varázslókártya. És azért van ennyire eldugva a szemünk elől, hogy ne vegyük észre, mert ugye az a legnyilvánvalóbb, ami szemünk előtt van. De hát úgy kell értelmezni, hogy a varázslókártya mindenkiben ott van. Most állunk, Csárd Géza életének egyik utolsó állomása volt, ugyanis 1919. szeptember 11-én ő megszökött a Szabadkai Kórház Elma osztályáról, és gyalog neki vágott Budapestnek. Ez a ház akkoriban még mint patika működött, és itt Csárd Géza egyik unokaöccse volt patikus segéd, tehát ő bement ide kvázi rokoni látogatás címén, és pénzt kért, és ezt kihasználva, amíg a rokona távol volt, morfiumot lopott, és ezzel a méreggel ölte meg magát a kelebiai határon, a demarkációs vonalon. Ismerjük magunkat, azaz, ha már sok fáradtságot pazaroltunk a saját énünk vizsgálatára, akkor érdekelni kezdenek bennünket az emberek. Nem csak az érdekes emberek, a társaságbeli különlegességek is ritka példányok, hanem kivétel nélkül mindannyian. Rájövünk, hogy könnyelműség mindenkit, akivel érintkezünk, legalább felületesen meg nem vizsgálni. Miután idő van rá. És a dolog mulatságnak is érdekes. Csát munkásságát tovább viszi a vajdasági magyar irodalom, mondta Hózsa Éva irodalmár. Novellái mellett naplójegyzetei levelezése is jelentősek művelődéstörténeti szempontból. Szerinte Magyarországon is egyre többen olvassák műveit. Csát kultuszát tulajdonképpen Dévavári Zoltán kezdte meg, később a Kosztolányi Dezső napok felvállalta Csát hagyatékának továbbéltetését. Hogy mennyire van jelen, én azt hiszem, hogy a tanítványaim, a fiatalok, bár nem ismerik eléggé, amikor megismerik, nagyon szeretik, tovább olvassák Csátot. Úgy vettem észre, hogy tavaly is, amikor a rajzkiállítás volt, és amikor többet beszéltünk Csátról, mint egyébként, nagyon megszerették, olvasták tovább, és úgy látom, hogy úgy benne van a köztudatban. A másik, amiről nem feledkezhetünk meg, hogy a vajdasági magyar irodalom tovább viszi Csátot. Tehát ez a szövegmozgás, az állandó szövegmetamorfózisok egyre erősebbek, egyre jobban megnyilvánulnak, és hát ezzel él igazán tovább Csárd Géza opusza. Én novellistaként becsülöm a legtöbbre, de azt hiszem, hogy Szabadka művelődés története szempontjából azok a gyermekkori és fiatalkori naplók, amelyeket az Életjel kiadott, a levelezés szintén nagyon-nagyon fontosak. Tehát akkor egyre inkább megkapja azt a helyet, ami tulajdonképpen megilleti őt. Igen, én azt hiszem, és ugyanez a helyzet Magyarországon is, ahol
sokáig mondjuk nem szerepelt a tantervekben, nem ismerték annyira, mert itt Szabadkán azért megkezdtünk egy kultuszteremtést már 1959-ben, viszont egyre inkább a magyarországi irodalomtörténetben is helyet kap. Látom, hogy az ottani diákok, hallgatók is nagyon megszerették, olvassák Csártot, tehát amennyire ma olvasnak egyáltalán. A Kegyelet virágait a Városi Könyvtár nevében Ágoston Pribilla Valéria igazgatóhelyettes, a Magyar Nemzeti Tanács nevében pedig Siflis Zoltán, a Kulturális Bizottság elnöke helyezte el Csát mellszobrán. Élt bennem a hit, hogy az ember, ha alapjában erkölcstelen lény és vérszopó prédaéhes állat is, legalább kötelezőnek ismeri magára nézve, hogy a nagyvilág előtt az erkölcsösség külszínében jelenjen meg. Ebben a hitemben sajnos végképp csalódnom kellett. Ma már tudom, hogy bizonyos esetekben az emberek, ha nem is szívesen, de végképp felrúgják a látszatot is, ha arról van szó, hogy a zsebüket féltik. Vagy becstelen bosszúállásra nyílik alkalom. Ha a kapzsiság és a mértéktelen hatalmi vágy kergeti őket. Csát Géza irodalmi jelentősége, szerepe immár megkérdőjelezhetetlen, bár korán sem volt ez mindig így. A 60-as, 70-es évekre tehető az a recepciós fordulat, amikor a művek fogadtatás történetében bekövetkezett a nagy változás, és az azóta megjelent tanulmányok, naplók, levelezések azt hiszem, hogy sokban hozzájárultak a Csát olvasáshoz, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból a Városi Könyvtár által kiadott, csak nézni kell ezeket a rajzokat, a földesi, orvosi napló, a páciensek könyvében található rajzoknak a megjelentetése, és bizonyos értelemben adalék Csát értéséhez, megismeréséhez, és a mű interpretálásához. A Szabadkai Városi Könyvtár tulajdonát képező páciensek könyve egy nagyon izgalmas kézirat, hiszen a benne található rajzok valóban Csátot a sokoldalú művészt helyezik előtérbe, hiszen tudjuk, hogy szenvedélyesen rajzolt, zenélt, tehát valóban Kosztolányi szerint igazi hármas művész volt. És ezek a rajzok tulajdonképpen ilyen vizualizált hangulat kivetítődések, hangulatreflexiók, tehát nyilvánvalóan szüksége volt az önkifejezésnek erre a formájára, amelyben a saját önnön problémáit és a páciensek problémáit is valamilyen módon kirajzolta magából, tehát van, aki nagyon találóan vizuális egyperceseknek nevezi, ugyanakkor Szoromi Pál művészettörténész írta, hogy Csát, aki földesen volt gyakorló orvos, miután kiszakadt a szellem és irodalmi életből, tehát egy ilyen mágikus kódex rajzolóvá nőtte ki magát. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezek a rajzok valami módon segítettek a napi problémák és a saját problémáinak a nem megoldásában, egyszerűen valamilyen módon történő kezelésében. Csát Géza születésének 125. évfordulójára
alkalmi kiállítást készített a Városi Könyvtár. Csád Gézáról szóló dokumentumokat tettünk ide ki, ugye nem mertünk mindent eredetibe kitenni. A gimnázium önképzőkörének érdemkönyve az nincs olyan állapotban, hogy kimerjük tenni nyilvánosság elé. Viszont vannak a gimnázium érdemkönyve, ahol benne van ugye még Brenner József néven, hogy milyen jegyei voltak, tehát akit ez a téma érdekel, az is megtalálhatja. Ez csak egy ízelítő, hogy mi mindenünk van, ami Csád Gézához kapcsolódik, és akkor próbáltunk ilyen érdekességeket is kitenni, mint a gimnázium önképzőkörének érdemkönyve, az értesítő. Ami nekem nagyon fontos, és az egyik biblia Csád Gézával kapcsolatban, az az üzenet, Csád Géza emlékszámai, a Csád Géza bibliográfia, tehát mik azok a művek, amelyek megvannak, és ugye Dér Zoltán összegyűjtötte őket. Mind. Tehát mindegyik nagyon fontos, és mindegyik nagyon értékes. A mi földi életünk csonka és kicsiny, hogy szinte lehetetlen elképzelni, hogy hiányozzék utána ez a tökéletesedés, ez a nagyszerű és szép betetőzés. Lehetetlen, hogy még a létünk kezdete egy csodás, gyönyörteljes pillanat, amelyben a testünket alkotó, még különváltan levő Pete és Andósájt egyaránt részt vesznek, addig a befejezése, a kínos, fájdalmas és irtózatos testi halál legyen. Nem tudta volna a természet ezt másképp intézni? Igenis tudta. Mert ez a kínos, gyötrelmes és megalázó perc, a fuldoklás, az alámerülés, az agónia perce nem az utolsó. Csak átmenet egy szebbe, jobb, nagyszerűbb időszakba. A jövő héttől szerdánként 17 órától jelentkezik a vitrázs. Számítok Önökre akkor is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!